Nehéz mérkőzésre számított a Szent labdarúgó csapata vasárnap. Jeremiás Gergő együttese a jó szériában lévő Nyíregyháza gárdáját fogadta a Mercantil Bank Liga 11. fordulójában. Az első helyzet a házigazdák előtt adódott. A 16. percben Szabó Máté 25 méterről szabadrugásból próbálkozott. A labda megpattant egy védőn és a jobb kapufa mellett ment ki szögletre. Aztán hideg zuhanyként érkezett a vendég gól. A 24. percben Novák Csanád állítgatás nélkül futtából 17 méterről kilőtte a bal felsőt. Három perccel később a másik oldalon László Dávid ballábas lövése után az egyik védő fejéről pattant szögletre a labda. Aztán a 30. percben László Dávid futott el a jobb oldalon, a 16-oson belül ütközött Jánvárival, a földre került, de a játékvezető nem ítélt büntetőt. Majd a félidő végéhez közeledve Szabó Máté próbálkozott távolról a kapu jobb oldalába tartó labdát, fejér magabiztosan fogta. A 40 percben pedig egy vendégszabadrúgás után Jánvári bombázott a kapu fölé 16 méterről. A hajrában németerik lőtt ballal 20 méterről, de nem találta el a kaput. A fordulás után a 48. percben jó labdát kapott Farkas, aki kisé jobbról 10 méterről lőhetett, azonban az oldalhálót találta telibe. Majd Farkas passzolt kiválóan Pántovicshoz, aki nagy helyzetbe került, kapura fordult, de 8 méterről célt tévesztett. Az 54. percben előbb a Hozai kapu előtt suhant el keresztbe a labda, majd Sigér lőtt mellé. Pár perccel később ismét Sigér tüzelt 17 méterről, nem sokkal a kapu fölé. Majd a másik oldalon Csilus 18 méterről nem találta el a kaput, aztán pedig Daróci lőtt távolról fölé. A 67. percben Szabó Máté tört be a 16-oson belőre, ahol Gengelicki buktatta. A megítélt büntetőt a sértet végezte el, és maga biztosan lőtte a hálóba. A 69. percben egy szép támadás adás végén Szabó Máté passzolt középre Darócihoz, aki László Dávidhoz továbbított, a lövést védte fejér, az ismétlés pedig elakadt egy védőben. A 82. percben aztán megfordította a meccset a Szentlőrinc. Daróci verte meg a vendégvédőket a bal oldalon, pontosan adott középre, az egyedülhagyott hagyott réti pedig 10 méterről a kapu közepébe lőtte a labdát, és beállította a 2-1-es végeredményt. A 87. percben még Sigér próbálkozott bátran távolról a túloldal, de kirúgta a sporttelepről a labdát. A Szent Lőrinc labdarúgó csapata október 15-én szombaton az ETOFC FC Győrhöz utazik a Mercantil Bank Liga 12. fordulójában.